Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. Őtisztendő érsek, Atya, kedves paptestvérek, kedves testvéreim! Nagy örömmel és szeretettel köszöntök mindenkit a megújult Szent Mihály Főszékes Egyházban. Külön szeretném köszönteni Soltész Miklós államtitkár urat és pásztor Edinát a miniszterelnökségtől, valamint az EVTN TV nézőit, akik ezen az adáson keresztül kapcsolódnak be a mi örömünkbe. Jó újra itt együtt lenni. Jó újra ebben a fényben fürdő székesegyházban a szívünket fölemelni. Szeretnénk ebben a mai nagycsütörtöki szentmisében mindezért hálát adni, és saját meghívásunkat tudatosítani, Krisztussal való szövetségünket, a neki való lefoglaltságunkat újra kimondani. Különleges helyes számunkra, hiszen tudjuk, hogy a falakban ott vannak az egykori, középkori székesegyháznak a kövei, amelyek látták Boldog Gizellát és Szent István királyt. Olyan székesegyháza miénk, amely a kereszténység egyik legősibb őrhelye volt a magyarság számára, és amely a történelem viharaiban újra és újra újjászületve egyszerre tudott emlékeztetni örökségünkre, vigasztadni a jelenben és reményt a jövő felé fordítva tekintetünket. Mostani megújulás is ezt a célt szolgálja. Gyönyörűek és már örülhetünk az ónixból készült szentelt víztartóknak, amelyek minden belépéskor emlékeztetnek keresztségünkre, a Krisztussal való szövetségünkre, az ambónak, ahonnan a Szentírás szavain keresztül nyerünk beavatást Isten titkaiba, az új oltárnak, amelyben Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre herceg ereklyéit helyeztük el, hisz általuk kapott meghívást ez a nemzet a Krisztushoz tartozás örömére, és lett Veszprém a kereszténység magyarországi bástyája. És végül örülhetünk már a gyönyörű ónixból készült tabernákulumnak, az eukarisztia őrzési helyének, amelyen átragyog a szentség fénye. Évmilliók föltani változásai préselték, csiszolták, alakították ezt a gyönyörű követ, hogy most szépségével a legszebb reményt szolgálja, amely megjelenik a Szent Mise áldozatban. Ma, hosszú idő után újra felcsendült az orgona, amelyben ott vannak a régi orgona alkotó elemei is, de kibővítve sok-sok új síppal, hogy e helyről is hirdesse a zene és a dallam gazdagságán keresztül Isten szépségét. A szentélyben, itt az oltár fölött lebegő feszület pedig meghív annak a szeretetnek a szemlélésére, aki minket mindvégig szeret, akinek áldozata jelenvalóvá lesz minden szentmisében. A szentély megújult üvegablakairól az 1910-es átépítést követve egyetlen figurális ábrázolásként Szent Mihály tekint ránk. Nem a küzdő, hanem a győztes tekintetével és mozdulatával, hisz neve is ezt hirdeti, ki olyan, mint Isten. Mi győztes ügyért indulunk harcba, nem a csüggettek lelkével, hanem a meghívottak örömével. A láthatóakon túl a megújulás részese volt a falakban elrejtett változás. Csak néhányat említve, a fűtés, a hang és világítás technika, a biztonság technika modernizálása. Mind-mind a szent liturgiát és a híveket szeretnék szolgálni. Ami pedig a jövőben készül el, ilyen a gyönyörű gótikus altemplom, amelynek a munkálatai valószínűleg 2025-ig tartanak. A keresztút stációi, a Szent György kápolnában elhelyezendő keresztelőkút, a színes üvegablakok jó része az oldalhajókban és a rózsaablakban, egy Szűz Máriát ábrázoló gyönyörű szobor. Mind ezután fog gazdagítani minket. Éppen ezért a mai napon az oltár, az ambó és a tabernákulum megáldása lesz, a főszékesegyház konszekrálása viszont a teljes felújítás végén 2025. október 5-én kerül sor. A mai találkozásban szeretnénk mi is megújulni, felidézni azt az első szeretetet, amivel igent mondtunk Krisztus hívására,
S egyúttal szeretnénk hálát adni azért a bizalomért, amellyel Krisztus hívott meg minket, és amivel most is újra és újra igent mond ránk. A remény közösségeként állunk itt, hiszen a papi fogadalmak megújítása nem csak személyes döntésünkről szól, hanem arról is, hogy egymásban testvéreket, a főpásztorban pedig a Szentlélektől megerősített vezetőt kaptunk. Szeretném itt megjelezni, hogy Márfi Gyula emeritus érsekatyát is meghívtuk, szerettünk volna vele együtt ünnepelni, ám ő egy másik fontos eseményt választott. Mi így is, noha személyében nincs velünk, szeretnénk ebben a szentmisében érte is imádkozni. Kedves testvéreim, a szent olajok és a krizma arra hívnak minket, hogy megszentelődve tudjunk megszentelni a világot, mindazokat, akiket megkaptunk, a ránk bizottakat. Kívánom, hogy a mai szentmise ebben a gyönyörűen megújult Főszékesegyházban legyen a mi papi hivatásunk és összetartozásunk örömének eszköze. Emeljük fel hát szívünket és ünnepeljünk. Emeljük fel szívünket és ünnepeljünk. Nagy örömmel köszöntöm megjelent paptestvéreket, diákonos testvéreket, kedves híveket. Öröm volt hallani Helynök atyának, Prémános atyának a gondolatait, amelyek bevezettek bennünket röviden Székesegyházunk megújulásának motivációjába. Nagy öröm találkozni, mert egy gyönyörű lehetőséget teremtett nekünk az Isten. Öröm találkozni, hiszen ilyen formában mi még nem találkozhattunk. Hiszen 2020 tavaszán a pandémia miatt már csak nagyon visszafogottan lehetett ünnepelni, alig is, és azóta pedig ugyancsak a korlátozások, illetve a felújítás nem tette lehetővé, hogy az egyházmegye szívében, a Főszékes Egyházban ünnepeljük papságot, a szent olajokat, a híveknek az üdvösségét. Most ezt tehetjük. Nagy örömmel köszöntöm paptestvéreket, szerzetes testvéreket, szeretettel köszöntöm apát urat, Perjel urat, mindenkit, aki örömmel kapcsolódik be a mi örömünkbe. Elsőként, ahogyan hallottuk, a Székesegyház felújításának eddigi munkálataira kérjük közösen az Úr áldását. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, köszönjük, hogy házad az imádság háza számunkra, amiben hitünk napról napra növekedhet. Hálát adunk neked azokért, akik itt szolgáltak neked, és megóvták számukra templomodat. Hálatelt szívvel állunk itt, hogy gondolatainkat irányítod, és cselekedeteinket kegyesen segítetted a felújítás folyamán, hogy ez keresztény hitünk megújulását szolgálja. Segíts kegyesen mindazokat, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a te dicsőségedre újíthassuk meg. Kérjük, áld meg felújított székesegyházunkat, ajándékozz meg kegyelmeddel minket, hogy mindig rád figyeljünk, és a te akaratod szerint cselekedjünk. Boldog Gizella, Szent István és Szent Imre, akiknek erekéit elhelyeztük oltárunkban, legyenek számunkra példaképek, hogy neked tetsző életet tudjunk élni. Add, hogy akik utánunk szolgálnak téged ezek falak között, rád találjanak, és ige hirdetésük által egyházad napról napra növekedjék, Krisztus a mi Urunk által.
Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Thank you.
Könyörögjünk! Istenünk, Te egyszülött fiadat a Szent Lélekkel fölkented, és urunká tetted. Add, hogy mi, akik az ő papságában részesültünk, megváltásának tanúi legyünk a világban. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. És üdvösségteken munkáltalik az egyházban. Istenünk, Te végtelen szeretetedben arra méltasz minket, hogy barátaidnak szólítasz bennünket. Add nekünk jóságosan a Szentlélek kegyelmét, hogy szavaid nyomán betöltse lelkünket fiad magasztos tanítása, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. A próféta így beszél. Az Úr lelke nyugszik rajta, mert az Úr kent föl engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szíveket, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét, és Istenünknek bosszújának napját, hogy megvigasztalja, mint a gyászolókat, és koszorút adjak Sion gyászolóinak, a hamu helyébe, örömnek olaját, a gyászruha helyett, a szomorúság lelke helyett, meg ünnepi öröméneket. Benneteket pedig az Úr papjainak hívnak, és így neveznek, Istenünk szolgái. Megjutalmazom őket hűségemben, az örök szövetséget kötött velük. Sarjadékuk híres lesz a nemzetek között, és minden ivadékuk a népek körében. Akik látják őket, elismerik majd, hogy ez a nemzeték, amelyeket megáldott az Úr. Ez az Isten igéje.
Szent lecke a Jelenések könyvéből. Testvéreim, kegyelem nektek és békesség Jézus Krisztustól, aki hűséges tanú, első szülött a holtak közül, és a föld királyainak fejedelme. Ő szeret minket. Vérével megváltott bűneinktől, s atyának az Istennek országává és papjaivá tett bennünket. Övé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Amen. Nézzétek, közeledik a felhőkön. Látni fogja őt minden szem, még azok is, akik átszúrták. A föld minden népe veri majd mellét. Igen, amen. Én vagyok az Alfa és az Omega, mondja az Úr. Az Isten, aki van, aki volt, s aki eljő, a mindenható. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! És Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus elment Názáretbe, ahol nevelkedett. Egyik szombaton szokása szerint elment a zsinagógába, és ott felolvasásra jelentkezett. Izajás próféta tekercsét adták oda neki. Amikor szétbontotta a tekercset, éppen arra a helyre talált, ahol a következők álltak. Az Úr lelke van rajtam, mert az Úr fölkent engem, hogy örömhírt hozzak a szegényeknek. Azért küldött engem, hogy szabadulást hirdessek a raboknak, és látást a vakoknak, hogy szabadon bocsássam a letiportakat, és hirdessem az Úr kegyelmi esztendejét. Jézus összecsavarta a tekercset, visszaadta a zsinagóga szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Akkor elkezdte kifejteni nekik. Ma a ti fületek hallatára teljesedett be ez az írás. Ezek az evangélium igéi. Köszönöm.
Ma a fületek hallatára beteljesedett az írás. Ma a fülünk hallatára beteljesedett az írás. Ma, ahogyan meghallottuk a sokszor hallott igéket, mégis eleven teremtő erővel érintett bennünket. Ezért mondhatjuk, ma bennetek, a főegyházmegye papjaiban beteljesedett az írás. Krisztusban az ígéret beteljesedett. Nem jövőbeli valóság. Jézus magára vette az Atya ígéretét, és be is töltötte azt. A Szentléleknek az ereje, Szentléleknek a kenete, aki vezette őt, hogy az Atya irgalmát jelenvalóvá tudja tenni. És kész arra, hogy személyétől elszakíthatatlan szolgálatát véghez vigye. Modellő az egyháznak, modell az egyház papjainak, püspökeinek. Olyan modell, amit nem csak csodálunk, nem csak követni szeretnénk, hanem modell, aki formál bennünket, és amivé formálódunk a szentségek és Isten igéjének az ereje által. Most ugyanazt éljük át, mint amikor a zsinagógában hallották az írást felolvasni, hallották, ahogyan Jézus kifejtette az írásokat, magára értelmezve azt. Szent hely, kinyilatkoztatás helye. Olyan hely, ahol az Isten bizonyosan jelen van. Olyan hely, ahol a kimondott szónak teremtő ereje van. Olyan hely, ahol a kimondott szót hallgatók formálódnak, alakulnak Isten módjára. A Székesegyház ilyen hely. Isten szentségének a jele, az egységnek a jele. A tanításnak az ereje itt érhető tetten, hiszen elhangzik a kimondott szó és létrehozza mindazt, amit jelent a papban, a püspökben, a hívőben, teremti az egyházat. A tanításnak a helye, olyan tanításnak a helye, ahol biztosak lehetünk, hogy nem vélekedésről, nem valamiféle állásfoglalásról van szó, hanem Istennek az ember melletti döntéséről, Isten emberért való üdvösséges szavairól van szó. Ez a hely a szentségnek a helye. Itt születnek a szentségek, itt éljük át a keresztségben, itt éljük át a bérmálásban, az eukarisztia vételében, itt erősödünk, amikor elgyengülünk a betegségben, vagy éppen amikor keresztény mi voltunkban. Ez az a hely, ahol a hivatásra ébredünk a papság szentségében, vagy a házasság szentségében. És mindezt az Isten a maga teremtő erejével, szentségi jelenlétével erősíti. A liturgiának a helye, ahol tudjuk dicsőíteni az Istent, ahol minden azért van, hogy Isten dicsősége mutatkozzék meg. Az emberi kor, emberi kultúra, az emberi tudás, az emberi lehetőség mértékéhez mérten. Liturgia, ahol szeretnénk az Isten dicsőíteni. Úgy, ahogyan mi vagyunk, Isten gyermekeiként, és a szolgálatnak a rendjében, hiszen meghívásunkat is így tudjuk megélni.
hiszünk a szó erejében, és hiszünk abban, hogy a küldetés, amit kaptunk, az méltóságra emel bennünket. A szolgának a méltóságára, Isten fiának a méltóságára. Teljes embert kíván. Ezért vagyunk itt. Ezért vagyunk itt a Székesegyházban, ezért vagyunk itt a Szent Olajok megáldásánál, ezért vagyunk itt, hogy az egyszer kimondott szavakat, az akarom szavakat megerősítsük, nem mert elkopott, nem mert nem lenne érvényes, amit a szentelésünkben tettünk, hanem szükség van új erőt, új lendületet venni ahhoz, hogy jól és örömmel tudjunk szolgálni az egyházban, megfeledkezve önmagunkról, megfeledkezve mindenféle olyan körülményről, ami nehezíti vagy éppen könnyűvé teszi a szolgálatot. És itt van az a hely, ahol a papság szentségében részesítek az atyák közül legtöbben közületek. Erővel bíró hely ez. A fölkentségnek, Krisztus ismeretnek és a szentségnek az ereje az, ami bátorít bennünket. Bátorít a közös szolgálatban. És bátorít bennünket abban is, hogy legyünk nagy-nagy bizalommal az Atya felé, legyünk nagy bizalommal az egyház felé, nem mindig könnyű. Legyünk nagy bizalommal egymás iránt, ez sem mindig könnyű. Egyszerűbb nem bízni, egyszerűbb saját magamnak megoldani, egyszerűbb önző utat járni. A bizalom erő, de a bizalom elvárja az önkíresítést, megkívánja tőlünk Krisztus módjára. Szükséges, hogy erősödjünk a hitben, a jövő felé, erősödjünk az előttünk álló küzdelmeket illetően. Egészen bizonyos, hogy a következő időszak hitünk próbája lesz. Egészen bizonyos, hogy apró, hétköznapi döntéseinket is hitünk alapján kell meghozni ahhoz, hogy a krisztusi méltóságot nem csak őrizni, őrizgetni tudjuk, hanem ezáltal formálni azt a világot, ami körülöttünk alakul. Erőforrás a hitünk. Erősödünk most ebben a találkozásban, ebben az ünnepi pillanatban. Szükséges a bizalom, szükséges a hit, szükséges a lendület és a fantázia. Sokszor talán ez az, ami a hétköznapi erőfeszítésekben legkönnyebben megkopik, eltűnik, elvész. Isten az ő szent lelke által, az Úr lelke rajtam, ő kent föl engem. Új lendülettel, új fantáziával, új elgondolással akar megajándékozni. Azért, hogy jól tudjak szolgálni, jól tudjam hirdetni az egyházmegye bármely pontján az Atya szeretetét, a fiú testvéri útmutatását és a Szentléleknek a megújító teremtő erejét. És új lendület, új fantázia kell az élethez is. Fölfedezni, mi a jó és mi a rossz, mi az igaz, mi az, ami elpusztít, erősíteni a gyengét, bátorítani, akinek van ötlete, aki tud közösségért dolgozni, bátorítani az embert, akarjon megmaradni Isten emberi méltóságában. És szükség van a bátorságra, bizalomra, hitre, lendületre, bátorságra. Honnan vesszük ezt, hanem a szentségnek az erejéből. Honnan vegyük ezt, ha nem abból az ígéretből, abból, amit az Istennek tettünk, és amit most szeretnénk megújítani. Az ő egyházában, az ő egyházának papjaiként. Isten teremti bennünk ezt a szentséget. Napról napra. Mert kiválasztott, mert magához hívott, mert megbízott, mert ránk bízta az ő kincseit, mert az ő lelkét adta belénk, hogy jól tudjuk képviselni. Ma a fületek hallatára beteljesedett az írás.
ma a fülünk hallatára beteljesedett az írás. Bennetek, kedves paptestvérek, hálás vagyok a szolgálatotokért. Hálás vagyok az elmúlt időszakért, amikor ritkábban vagy nem a megszokott módon tudtunk találkozni, a korábban felsorolt okok miatt is. Hálás vagyok azért a helytállásért, amit ebben a megváltozott kulturális közegben az emberi gondolkodás változása közepette, az egyházról, a hűségről, Istennek vissza nem vont jóságáról tanúbizonyságul tettetek. Ember próbáló idő, minden bizonnyal az, és ami előttünk áll, minden bizonnyal az. De mi nem magunkat hirdetjük, hanem Jézus Krisztust, akiértünk meghalt és föltámadott, és az ő lelkének az erejével mindent ránk bízott, hogy tudjuk szolgálni az embert, aki beteg, aki magányos, aki börtönben van, aki ruha nélkül van, aki menekülni kényszerül, akit bármilyen szegénység formája gyötör, és ezek közül, ahogyan 16. Benedek pápa ezt kiemelte, a legnagyobb szegénység, amikor valaki nem tud hinni. A szegény mellé állni Krisztus módjára. És szolgálni a kiengesztelődésnek a művét. Látjuk, újabb és újabb gócpontok alakulnak ki, újabb és újabb feszültségpontok, akár közösségeinkben, akár társadalmunkban, családtagjaik között. Mi jelent megoldást? Csak Jézus Krisztus az Isten fia, az ő irgalmas, megbocsátó szeretetével. Ezt remélem én is a mostani ünneptől, a veletek való találkozástól, az Isten dicsérettől, hogy a kiengesztelődést tudjuk szolgálni, tudom szolgálni én magam is az egyházmegyében, a megbocsátást, és tudom szolgálni azt, hogy mindenkinek legyen bátorsága beengedni, visszaengedni a szívébe az örömet, amit valamiért oly könnyen elengedett, és úgy gondolt a másikra, minthogyha vetélytárs, mintha ellenség lenne. Jézus Krisztus az, aki a megbocsátást, a kiengesztelődést és ezt az örömet tudja nekünk adni. És ti ebben munkatársaim, segítőim vagytok, és kérem is ezt. Szükséges megújítani évről évre az egyszer kimondott ígéretet a hívő közösség színe előtt is, hiszen a kimondott igen, a kimondott akarom, az erősíti a családot, erősíti az ifjút, a kamaszt, erősíti a beteget, erősíti azt, aki nem találja az útját, és amikor most majd erővel kimondjátok az ígéreteknek megújított szavait, akkor ez túlárad ezen templom falain, és érinti mindazokat, akikkel kegyelmi közösségben vagyunk, és szükség van a ti hűséges helytállásotokra. Az egyház nevében kérem ezt tőletek, és itt a jelenlévő hívők előtt, illetve azok előtt, akik imádsággal támogatnak bennünket, válaszoljatok azokra a kérdésekre, amely kérdéseket, mint az egyházmegye főpásztora, az egyház nevében intézek hozzátok. Jézus Krisztussal egyre szorosabban összeforni, és önmagatokról lemondva hozzá teljesen hasonlóvá lenni. Akarjátok-e a megváltás hűséges szolgáiként az eukarisztia szent áldozatát bemutatni, a többi liturgikus cselekményt végezni, és Isten igéjét hirdetni?
akarjátok-e Krisztust, mint fejünket és pásztorunkat követni, nem földi javakra vágyakozva, hanem csakis a lelkek iránti szeretettől vezetve. Ti pedig, kedves testvéreim, imádkozzatok papjaitokért, árassz el őket az Úr bőséges kegyelmével, hogy legyenek Krisztusnak, az örök főpapnak hűszolgái, és vezessenek titeket ő hozzá üdvösségünk forrásához. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg! Imádkozzatok értem is, hogy hűségesen teljesíthessem az apostoli hivatást, amelyet rám méltatlan szolgájára bízott az Úr. Legyek egyre tökéletesebb képmása köztetek Krisztusnak, a papnak, a jó pásztornak, a tanítómesternek, mindenki szolgájának. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Őrizzen meg minket szeretetében az Úr, és vezessen mindnyájunkat, pásztort és nyájat az örök életre. Segítségül hívásával a te dicsőségedre szenteljük fel ezt az oltárt. Alázatosan kérünk, hogy fogadd el adományainkat, amelyeket ezen az áldozati oltáron neked felajánlunk. Legyenek előtted mindig kedvesek, és szentelked szentelje meg azokat. Hallgass meg mindenkor itt könyörgő néped, fogadd el felajánlását, teljesíts kéréseit, és lásd el a szükséges testi és lelki javakkal. Add, hogy egyre készségesebben és figyelmes lélekkel szolgálhassunk neked. Áld meg, és szenteld fel ezt a te dicsőségedre épített oltárt. A boldogságos szentszűz közbenjárására árazd el mennyei áldásoddal. Legyen olyan kedves néked ez az oltár, mint Ábrahámé, akit a hit atyának nevezünk. Ő megváltásunk előképeként kész volt fiát feláldozni, és oltárt épített. Legyen olyan kedves néked ez az oltár, mint Jákobé volt, aki csodálatos látomásban szemlélt téged, és ennek emlékére kőoltárt épített. Legyen a szenté oltára, az égi lakomára mindig megterítve. Te pedig, Urunk, az ide helyezett adományokat áld meg, a megáldottakat szívesen fogadd, és oszd szét híveidnek, hogy azokból részesülve elnyerjék az örök életet. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
könyörögünk. Urunk Jézus Krisztus, Te a Szent Kereszt oltárán váltságunkért bemutatott engesztelő áldozat emlékét rendelted az utolsó vacsorán, és ezzel fölszentelted az első oltárt. Áld meg mindazokat, akik áldozatukkal és munkájukkal ezt az oltárt felállították. Add, hogy híveid a szentmiséken való tudatos részvételükkel, és az áldozati lakomából részesedve egyre inkább hasonlóvá váljanak hozzád, aki élsz és uralkodol az Atya Istennel és a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, megemlékezünk arról a napról, amelyen házadat dicsőséggel és szentséggel betöltötted. Kérünk, add meg nekünk, hogy magunk legyünk benne a neked mindig kedves áldozat, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te egyszülöttedet szent lelkeddel az új és örök szövetség főpapjává felkented, és csodálatos rendeléssel szentül meghagytad, hogy az ő egyetlen papsága fennmaradjon az egyházban. Már Krisztus egész megváltott népét királyi papságá tette, de testvéri szeretetből egyeseket kiválaszt, hogy a kézrátétel által szolgálatának részesévé váljanak. A világ megváltó áldozatot újítsák meg Jézus nevében, és fiaidnak készítsék el a húsvéti lakomát. Szent néped között a szeretetben élen járjanak, az igével táplálják és erősítsék a szentségek által. Ők életüket neked és testvéreik üdvösségének szolgálatára szenteljék, hogy hasonlóvá váljanak Krisztushoz, és mindig tanúságot tegyenek arról, hogy hisznek benned és szeretnek téged. És ezért mi is az összes angyalokkal és szentekkel együtt Urunknak vallunk téged, és újongva zengjük. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik.
A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattán, hogy elnyerhessük az örökséget választottaidnak. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és György püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre, gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Istenünk, minden vigasztalás atya, te szent fiad által segíteni akartál a betegek szenvedéseink. Hallgass meg kegyesen hitből fakadó imádságunkat. Kérünk, küldd el vigasztaló szent lelkedet a mennyből erre az olajra, amelyet a zöldellőfa terméséből fakasztottál testünk táplálására. Szent áldásod által legyen ez az olaj testi, lelki és szellemi oltalom mindazoknak, akik a szent kenedben részesülnek. Vessen véget minden fájdalomnak, orvosoljon minden betegséget és minden gyengeséget. Ez legyen az a szent olaj, amelyet megáldottál számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökön örökké. Amen.
Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagy méltó, hogy rajta jöjjön, hogy jöjjön, hanem csak egy szóval, és megjövök az Thank you.
könyörögjünk. Kérve kérünk mindenható Istenünk, hogy mi, akiket szentségeiddel táplálsz, Krisztus jó illatává lehessünk, Krisztus a mi Urunk által. Könyörögjünk. Urunk, Szent Atyánk, Te igazi mennyei kenyeret adtál az embereknek. Áldj meg minket és ezt a tabernákulumot, amit fiat teste és vére szentségének őrzésére készítettünk, hogy amikor az itt jelenlévő Krisztust imádjuk, megváltó titkával folyton egyesüljünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Istenünk, szent néped erőssége és oltalmazója. Te alkottad meg az olajat és tetted az erő jelképévé. Áld meg kegyesen olajunkat, és adj erőt a keresztelendőknek, akiket vele megkenünk. Fogadják lelkükbe az isteni bölcsességet és erőt, hogy egyre mélyebben megértsék fiadnak Krisztusnak evangéliumát, és nagy lelkűen vállalják az áldozatos keresztény életet. Legyenek méltók az Isten gyermekség kegyelmére, egyházadban örvendezve szülessenek újjá, és boldogan éljék a keresztény életet, Krisztus a mi Urunk által. Most könyörögjünk, kedves testvéreim, a mindenható Istenhez, hogy áldja meg és szentelje meg ezt az olajat, és mindazokat, akiket vele külsőleg felkenünk, bensőleg is legyenek fölkenté, és isteni megváltunk művének méltó részesévé. Istenünk, minden növekedés tőled származik, és te vagy minden lelki gyarapodás útfeje. Vedd kegyesen a köteles hála szózatát, amelyet örvendező egyházad általunk intéz hozzád. A teremtéskor te sarjasztottál gyümölcsöző fákat a földből,
az olajfával együtt, amelynek tápláló nedve szolgál minket, és terméséből vesszük a Szent Krizma olaját. Ím Dávid is, akinek profétai lelket adtál, hogy előre lássa a kegyelmedet közlő szentségi titkokat, Zsoltárában olajról énekel, mely vidámmá teszi az ember arcát. A vízözön idején midőn áradás mosta tisztára bűnös földünket, egy galamb jelezte, milyen ajándékot szántál a világnak, olajággal hirdetve, hogy helyreállt a béke. Az új szövetség korában világosan valóra váltottad mindezt, mert elkövetett bűneink semmivé válnak a keresség vizében, és szelíd boldogság sugárzik arcunkról, ha szent olajod érint minket. Már Mózes szolgádnak is parancsba adtad, hogy testvérét Áront, miután a víz tisztára mosta, a reácsorduló szent olaj főpappá szentelje. De mindehhez még nagyobb kitüntetés járult azáltal, hogy fiad, ami Urunk Jézus Krisztus a Jordán vizében János által megkeresztelkedni kívánt, és galamb képében szent lelkedet küldted le rája, és égi szózatban pedig tanúságot tettél arról, hogy egyszülött fiadban kedved tellett. Így magad erősítetted meg a világ szemében, hogy ő az, akit az örvendezés olajával királlyá avattál az emberek sorából, miként a jövőbe látva előre hirdette Dávid próféta. Most a koncelebránsok terjesszék ki kezeiket a krizma irányába. Kérünk tehát, Urunk Istenünk, hogy áldásod szentelje meg ezt az olajat, és árassza reál Szentlélek erét és Krisztus hatalmát, mert Krisztustól vette nevét a krizma, mely papok, királyok, proféták és vértanúk felavatására szolgál. Tedd krizmánkat tökéletes kegyelmi eszközzé, hogy üdvösséget és életet nyerjenek általa, akik újjászületnek a keresztség lélektisztító vizében. Az olajkenet által megszentelő kegyelmet töltse el lelkünket, és tüntess el az ősbűn okozta romlást, hogy fölséget temploma váljék belőlünk, és ártatlan tisztaságban árasszák az előtted kedves életillatát. A tőled rendelt szentség ereje által a királyi papság és a prófétaság tisztét viseljék, és hivatásukhoz méltó élettel a tisztaság köntösében járjanak. Az üdvösség krizmája legyen mindazok számára, kik újjászülettek a keresztvíz és a Szentlélek által, az örök életben részesítve őket, mint mennyei dicsőséget társait, Krisztus, ami Urunk által. Kedves testvérek, most pedig egy másik nagy ajándékot is köszönjük meg, Szentatyánk magyarországi látogatását, ezért imádkozunk, imádkozzunk közösen. Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk, köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során, vétkeinket megvalva kérjük, hogy egyre jobban megismerjük fiadat, Jézus Krisztust. Ő, ami biztos jövőnk, azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben. Bizalommal kérjük, hogy nagyasszonyunk, a boldogságos Szűz Mária, valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására, Szentatyánk Ferenc pápa közelgő látogatása, legyen kegyelem és erőforrása, hogy hitünkben növekedve, egymással és a többi nemzettel békességben éljünk. Reménnyel építsük földi hazánkat, és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába. Ámen. Kedves testvérek, liturgiánk végén nagy örömmel
és hálatelt szívvel mondok köszönetet minden kedves paptestvéremnek, minden kedves testvéremnek, akikkel most itt együtt ünnepeltünk. Részesei lehetünk annak, hogy az Isten a teremtett világ javaival akar, ezek jeleként akar üdvözíteni bennünket, és mi ennek szolgái vagyunk. Nagy öröm ez. Hadd tegyem most azt, amit az atyáknak a szertartás végén külön szoktam említeni nagycsütörtökön. Éppen Lékai László bíboros úrra hivatkozva, aki ez egyházmegyének volt a papja, majd pedig főpásztora, ő minden nagycsütörtökön a sekrestében úgy fejezte be a szertartást, felénk papok felé fordulva, adjátok a szentet szenteknek szentül. Hát adjátok a szentet a szenteknek szentül. Áldott készületet kívánok a Szent Háromnapra, és áldott húsvétot majd, amikor ránk nem tör, de megérint bennünket húsvét vasárnap hajnala. Szentmise végén köszönetet mondok mindenkinek, aki ezt az ünnepet bármilyen módon is segítette. Köszönetet mondok Magyarország kormányának, Soltész Miklós államtitkár úrnak, aki személyesen is és hivatalánál fogva is nagyon sok segítséget adott ahhoz és abban, hogy ez a Székesegyház és a többi épület is majd, amikor elérkezik, megújulásra kerüljön. Hálásan köszönöm ezt. Ugyanezt köszönöm a miniszterelnökség minden munkatársának, az itt jelenlévő Pásztor Edina asszonynak is. Hálásan köszönöm a Főegyházmegye munkatársainak a nagyon feszített segítséget, amit éppen az ünnep készítéséhez adtak, az éjszakai takarítást, a székek, padok elhelyezését és az ünnepnek a megszervezését, hogy ez valóban méltó ünnep tudjon lenni. Hálásan köszönöm a munkát munkatársaimnak, főépítész úrnak, igazgató helyettes úrnak, hálásan köszönöm Éseki biztos úrnak, és minden együttműködő partnernek, kivitelezőknek, szakembereknek, munkatársaknak, szakhatóságoknak, engedélyezői szakmai szerveknek, akik ebben a nagyon szép, ám de mindenképpen feszített munkában az együttműködés szándékával segítettek bennünket. Úgy vélem, a Székesegyház, bár még, mint ahogy jeleztük, nincs teljes állapotában kész, Isten méltó dicséretére alkalmas. Hálásan köszönöm ezt, és remélem, hogy ez a lelkipásztori megújulásnak, az evangélium hirdetésének egy lendületet adó, kiinduló pontja lesz az egész egyházmegye számára, mind a hívők, mind pedig az ide látogatók számára is. Erre készülünk, hogy az evangelizáció eszközeként és az evangélium hirdetésének lehetőségével akarjunk ünnepelni, fogadni zarándokot, egyházi csoportokat, katolikus iskolákat, állami iskolák növendékeit, turistákat egyaránt, nem csak a Székesegyházba, és elsődlegesen nem, hanem a többi épület által kínált közösségi tereinkbe. Amikor elkezdtük a munkát, akkor a Főegyházmegye védőszentjeinek közbenjárását kértem. Kértem Szent József közbenjárását, és ezt most is. És ugyanígy a munkához kértem Szent Mihály főangyalnak, arkangyalnak a közbenjárását, segítségét. Most közösen imádkozzuk azt az imát, amivel napról napra kapaszkodtunk az égi segítségbe, hiszen nem csak fizikával, nem csak szabályokkal, nem csak köbméterekkel, nem csak idővel kellett megküzdeni, hanem bizony szükség volt Szent Mihály közbenjárására is. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Az Úr legyen veletek. Legyen áldott az Úr neve. Most és mindörökké. Segítségünk az Úr nevében. Aki az eget és a földet alkotta. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szent mise véget ér, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála.